estét kívánok, köszöntjük nézőinket! Egy ünnepséggel indul a DVTK Jegesmedvék FTC Erste Liga a jégkorong mérkőzés, ugyanis akik a Jegesmedvék meccseit figyelik, azok észrevehették, hogy a bemelegítésnél rózsaszín mezeket használtak a Jegesmedvék játékosai, így csatlakozva a rákszűrés fontosságára, a figyelmet felhívó országos kampányhoz. Azóta pedig már lezajlott az az árverés is, amiután több mint 500 000 forinttal tudja támogatni a Magyar Rákellenes Ligát a miskolci csapat. Képen itt mutatja is önöknek, kollégám, ezek azok a bemelegítő mezek, amik most már itt már új gazdáikon feszülnek majd. Csak érdekesség kedvéért tényleg, hogy Vasárosé volt a legértékesebb mez, a legmagasabb összegért az a trikó kelt el, és az a 500 000 forint, ami ott Nagy Ádám csapatmenedzser kezében ott van egy táblán, ezen a jelképes csekken. Nos, ez az az összeg, amit a csapat és a szurkolók közös erőfeszítések kapcsán így innen Miskolcról az országos kampányhoz hozzá tud tenni a sportszerencsék közönség, illetve hát a játékosok maguk. Elkészül még egy csoportkép. Különleges ereke ez, hát ezekből a mezekből biztos nem fog egy sem szembe jönni a szurkolókkal, akármilyen meccsről is van szó, akiknek pedig megadatik, hogy most begyűjtsenek egy ilyen mezt, hát feltve őrzött ereke lesz. Különösen pedig akkor, hogyha sikerre jár majd a házigazda ezen a mérkőzésen, akkor egy még szebb emlék lesz majd a szurkoló uraknak, hölgyeknek. Ez a valóban különleges pink felső rész. Ott van tehát az összeg, amivel a csapat támogatja a kezdeményezést, és hát ezen túl is egy különleges mérkőzés kezdődik majd másodperceken belül, hiszen az FTC vendég szerepel Miskolcon a Népkerti csarnokban, itt a Macik otthonában elszelég a mérkőzésen, és sok mindent előre még ezzel a párocsal kapcsolatban nem lehet elmondani, hiszen nem tudjuk még, milyen események várnak itt majd ránk, reméljük, hogy nagyon jók, de az biztos, az teljesen fix tényként elmondható, hogy ez a két csapat rendre izgalmas eseményes mérkőzéseket játszik egymással. Egyébként egy nagyon komoly siker a Mac legyőzése után léphet jégre a zöld-fehér együttes itt Miskolcon. A 4-3-as győzelemet Szapparos, Dubek és Tendler 2 góllal járultak hozzá. Egyébként érdekesség, hogy 2-0 és 3-1-re is vezetett a Mac, mégis az FTC győzött, és így jelenleg a negyedik a Ferencváros a tabellán, 19 meccsben elért 34 ponttal. Nagyon jónak mondható egyébként a ligában a zöld-fehérek által ütött 72 gól, kevésbé jónak mondható az 59 kapott. A Jegesmedvék pedig, hogy az előzményeket nézik, akkor Bécsben a Capitals ellen léptek végre, és 6-2-re győzni tudtak. Ott Vas János, Papuk Attila és Anssi Rantanen is kétszer-kétszer vette be ellenfél kapuját, és így a Macik statisztikája következő. Már 45 pontnál tart a DVTK, 17 mérkőzést játszva. A Macik 73-ból ütöttek, és továbbra is kimagaslóan jónak mondható, hogy 30-at kaptak mindössze. Elindult közben a játék, én még annyit gyorsan elmondok, hogy Renc Dániel és Gangel László vezetőbírók mellett Soltész Áron és Kiskirály Barna a vonalbírók tevékenykednek itt a mérkőzésen. Piros-fehérben a házigazda, szokásos fehér-zöld felsőben, sötét nadrágban pedig a Ferencváros az Erste Liga mérkőzésen. Sorcsere mindkét oldalon gyorsan, egy fél perc játék után Vas János ütőjén a korongő indítja a házigazda akcióját. Egy nagyon szép háromszögelés után jött is a vasféle lövés Papukkal. Ez a kényszerítőzés nagyon szépen sült, aztán ott jól zár a zöld-fehérek hátsó alakzata, de kihozni a korongot már nem sikerült. Német volt az, aki megszerezte a pakkot, de elindulni már nem volt lehetősége a Fradi hatosának. Hajós Roland próbál közben bebújni oda az ellenfél harmadába. És egy szép korongbántás, Szakarisszal kapja Hajós Roland a korongot, de már nézte, kinek tehetné be, már szinte lendült a Miskolci 7-es ütője, amikor megint csak Német érkezett és szerelni tudott, de megint csak átmenetileg Rasmus Pulmala forgatott, és jött is az első lövés, Peter Szakarisz kapta ütőjére a kapu mögül előre érkező korongot, de egy picit most még pontatlan volt az amerikai légiós lövése. De maradt támadásban a DVTK, Tóth Adrián, Kulmala, és
megint csak német, már nem először nagyon jó ütemben, jó helyen a Fradi hatosa, és ezúttal is szerelni tudott. Most hátulról indítja meg akcióját a házigazda, kicsit kihúzzák a vendégeket saját kapujuk elől. Vojtko Mátyás ütőjén a pak, és Berta, aki most megindítja a támadást. Egyre otthonosabban mozog egyébként Berta, Ákos is új csapatában, a DVT-k Eges Medvékben. És egyre jobb teljesítményt tesz ő is hozzá, és hát nem, és ezáltal az egész sor meglódult, Tóth Gergő is már-már mozogni teljesen otthonosan mozog. És nem kevésbé mondható el ezt az egyre tartósabban jó formát mutató Ritó Lászlóról is. Tóth tartja bent a korongot, ott a Fradi harmadában jön a Berta lövés, és oldalra sodorja, tereli a korongot. Pleszkán József, aki most ezen a meccsen kezdőként tördi a ferencvárosi kaput, míg hazai részről Adorján Attila, a portás, a kapuvédő ezen a mérkőzésen. A harmadik percében jár a találkozó, nincs még gól a mérkőzésen. Lalanis Nikandrosz indul előre, saját magának lövi be a korongot a kapu mögé, és indul is rá, Miskolci Márkó próbálja bentartani, de most nem sikerül. Megindulhat előre, most Flisszár jön középre a korong! Nem volt veszélytelen, mert Adorján ugyan oldalra terelted a hosszú oldalon, és érkezett még egy ferencvárosi Tendler volt, de előle szerelni tudtak a Jeges Medvék. Rantanen és Láda a backpár most ebben a sorban, éppen Anszi Rantanen ütőjére tart a korong. A köszönöm szépen termelt. Bécsben két góllal járult hozzá a csapat a sikeréhez, itt pedig most Galanis Nikandrosz lövése zárta le ezt a tetszetős kis akciót. Illetve egész konkrétan ugye Pleszkán féle védés volt az utolsó mozdulat. Az a vasárnos érkezik oda hazai részre a bedobáshoz, egyébként aki az Erzsébet Liga kanadai táblázatát vezeti, 13 gól és 13 assziszt, azaz így összesen 26 pont írható a kitűnő játékos neve mellé. Nézzük, hogy mindentől függetlenül miként is folytatódik majd a kanadai táblázaton elfoglalt pozíciótól függetlenül. Nem sikerül a felszabadítás a vendégeknek, Szakarisz tartja bent a korongot, majd ott egy nagy küzdelem a kapu mögött, de Pavuk szépen tisztára cselezi magát, egy kicsit ott vassal összeakadnak, mégis jön a lövés a kapu elé, így volt igazán veszélyes, hogy beleért még Köncei blokkolni igyekezett, de pont a kapuna tartott saját kapujára az ütőjéről hátra csapódó korong, amit most már megszerez Vojtko, és elindul belőle csapat a támadása. Szakarisz próbál kibújni, de leütközték, meggátolták a megiramadását. Lakatosott a palánk tövében. Sikeres akciót hajtott végre, szerelni tudott, de nem állt le a DVTK támadása. Kurmala a kapu mögött próbál bekanyarodni. Most jön a nagy lövés! Fú! Hátra csarkott egy gól! Majd utána azzal a mozdulattal rögtön jött a jelzés, hogy videózás következik. Gangel játékvezető és kollégája, Renz Dániel, még ezt visszanézik majd ezt a találatot. Minden esetre egy hatalmas bombát követően. A gólvonalon a korong, csak közben így félszemmel figyeltem a jégen zajló eseményeket. A két vezető bíró most tájékoztatja a kispadot az eseményekről, és akkor most várakozni fogunk egy picikét, mert a játékvezető jelzés alapján most videózás következik, így is van. Már jönnek is le a jégről a vezető bírók, és akkor most kivágjuk szépen az eseményeket. Egy távoli a harmad, a ferencvárosi harmad bejáratától eleresztett nagy lövés. Utat talált ott a gólvonalon túl, a Pleszkánon és a kapu előtt helyezkedő játékosokon keresztül is. Nagyon egyértelmű volt a játékvezető jelzése. Azonnal mutatta, hogy hol a korong, de ugye hivatalos sá a dolgok akkor válnak majd, hogyha visszajön a két játékvezető is, mutatják az ítéletet. Természetesen a eredményjelzőn sem jelent még meg a
semmilyen változás, csak annyi, hogy, az, hogy 4,5 perc telt el a meccsből, és akkor most jön az első izgalmas periódus. Ahogy említettem önöknek, ezen a meccsen a DVTK Ferencváros párosítások mindig történik valami különlegesség, így van ez most is. És az a két csapat nem ezen a meccsen takarékoskodik az energiával, az pedig így egy jó, nagyon jó üzenet a nézőknek, akik itt a helyszínen tekintik meg a találkozót, vagy esetleg más egyéb módon követik nyomon ezt a mérkőzést. Mindkét csapatot várakozik saját kispadjánál. És jönnek vissza a játékvezetők. Na nézzük, minden szem most rájuk szegeződik. Nincs gól. Langel jelzi, hogy nem érvényes videózás követően ez a találat. Minden esetre azt írjuk be azért, hogy 5. perc. Hazai gól, de videózás után. Érvénytelenítik azt. Na tehát marad a 0-0-as állás, miközben Bert álltad a bulihoz, és Rito ütőjét is érintve perdült a koronga vendégkapu mögé, és onnan indul most Tauvinen ütőjéről előre a ferencvárosi akció. Jön egy távoli lövés. Nagyon ambíciózus kísérlet volt Ingvis Ákostól, saját korongra ment, de nem tudta megszerezni azt. A vonalbíró is egy picit útban, Rito nem tudott egyből bebújni, de Láda Balázs bent tartja a korongot. Jön a lövés is! Rito szépen mag elénk engedte a korongot, a higgadsága teremtette meg most itt a lövőhelyzetet, de nem volt pontos most a fiatal támadó lövése. Újabb sorcsere hazai részről. Dolaris Miskolci Márk, Magosi, Joe és Vojtko névsor van most bent piros-fehérben a jégen. Nagy lendülettel érkezik ott be a ferencvárosi akció a hazai harmadba. Adorján tette le a távolról leadott flizárlövést követően a korongot oldalra a jégre. Majd a ebből fakadó ismétlés már a biztonsági hálóba vágódott. Nem lett volna rossz egyébként megszerezni így a vezetést a maciknak, de újból neki kell feszülniük. Arról nem is beszélve, hogy természetesen most elkezdi a rohamozást a vendégcsapat. Owen kékvonalas lövését hatástalanította Adorján, illetve a védelem. Majd most nézzük, hogy ferencvárosi védelem miként hatástalanít. A korong kihozatal senkinek sem jó, Miskolci Márkó és Vlado Dubek is nyúlt érte, de furcsán át kucskázott az ütőkön a korong, ami most hátul Vojtko Matyi előtt van. Vas érkezik és szokásoknak megfelelően beindítja a támadást. Az üres területre lőtt korongra Szakaris érkezik és azonnal egy másodperc tétovázás nélkül egy lövésszerű passz a kapu elé. Nem sokkal maradt le Pavuk az eseményekről. Újból neki peselkednek a jeges medvék. Pavuk Attila jön középre, ott már Bas János előtt tisztáznak az öltvehérek, és elindul ebből most Német. Szappanossal a váltáson a lövés Adorján tereli oldalra a Mamuttal a korongot, amit még megtart Köncei. Aztán most már a játékvezetői síp állítja meg az eseményeket. Bedobás lesz. Sal folytatódik a játék a hazai harmadból. A 7. percében jár az első harmad. Nem volt rossz elképzelés, és a kivitelezés sem lehet annak mondani. Lakatos Levente ágyúzott onnan a hazai kispad elől. Egy méreteset. De természetesen nem emiatt áll meg a játék. Behozzák a játékvezetők most a ferencvárosi harmadba a vendégkapu elé a bulit. És
Csetkezik oda Rasmus Kullman a hazai oldalról. Virág Tamás a vendég részről. Ha mindenki jó helyen van, nem, nincs mindenki jó helyen. Kullman leüti el a korongot, ami egy kicsit flipperezik ide-oda, majd utána Tauminen szabadít fel. Csonfi társa, Anssi Rantanen pedig saját kapu mögött szerzi meg a korongot, ami hajós Roland ütőjére érkezik. Sőt, most megindult szépen építkező akciójával a házigazda Tóth Adrián és Kullman le ott a ferencvárosi kapu mögött, de ki tudják sodorni a vendégek a pakkot, amit azonnal visszalő hajós Roland, és megindul Kullman, szorongatja ott őt Virág, de mégis megtartja a pakkot a fiatalember, sőt, Tóth Gergő Tóth Adrián érintésével hajós lett volna a címzet, de most nem juthatott el a Miskolci 7-eshez a korong, aki visszatért hosszú sérüléséből, és elkezdte szépen a meccseket teljesíteni. Keresi a hazai szakvezetés. Még a kitűnő támadó helyét, hogy pontosan melyik sorban is szerepel majd hajós Roli. Na de hát ennél nehezebb, kellemetlen a feladata ne legyen Tiszel vezetőedzőnek, mint hogy egy kitűnő támadót beilleszen a csapatba, és ezáltal ugye még erősebb lehet a keret. Jarkko Leppänen, egészséges kis lövés a harmad bejáratától, úgy érkezik a korongra. Csak egy lábkézzel eleresztett üres területre paskolt korong, és sor cserél a vendégcsapat, miközben Colin Joe iramodik meg itt a palánk tövében. Berta csatlakozik az akcióhoz. Nem egyszerű őt kizökkenteni, de aztán most mégiscsak elválasztották őt a korongtól. Tiszár lövése. Hanem is elsőre, de másodikra már megvolt a Dorján Attilának. És mire odaértek már a vendégek, a korong ott volt a kapus kesztyűjében. 9. percében jár a találkozó, és nincs még gól a DVTK Eges vendég Ferencváros Erste-ligai korong mérkőzésen. Van viszont egy bedobás onnan a hazai harmad gól, ami után jött egy ravasz kis lövés. Turbuj eresztette meg, Miskolci Márkó sokkal gyorsabb ellenfelénél, de nagyon jól ért együtt a játékkal. Én legalábbis megelőlegeztem ezt, hogy nagyon jól ért együtt a játékkal. Leszkár kapus, de a magabiztos kimozdulás után már nem volt ugyanilyen magabiztos a folytatás. Elcsették a korongot a macik, és a képen látható csapatkapitány megszerezte a vezetést. Itt már nem kell videózni. Itt teljesen egyértelmű minden. Amilyen jó ütemben jött ki Leszkár, utána olyan tétován, kicsit zavarodottan folytatta, el is veszítette a korongot. És a büntetésen maradt el azonnal a hálóban, a vendég kapuban táncolt a korong. Megvan tehát a vezetés a 9. percben Magosi találatában. DVTK Eges Medvék Ferencváros 1-0. Talán nem szempont így a meccs eseményei kapcsán, de abszolút meglepett most a ferencvárosi kapus. Éppen elkezdtem dicsérni őt, majd utána jött egy nagyon furcsa folytatás, de hát van ilyen, nem egyszerű. Egy Erste-liga tét meccsen szerepelni. Az ilyen esetek is mutatják, hogy bizony távolról sem az. Láda. Leppänen backpár előtt a tóthajós Kullman trió teljesít, a buli után azonban kicsorog a harmadból a korong, és egészen hátulról saját kaputól Láda Balázs indítja csapat a támadását. Egy egészséges kis lövés, Pleszkának kell a mamuttal oldalról ugni a korongot, amit bent tart Láda Balázs, üres területre megy a korong, Kullman gyűjti be. Próbál a rájellemző nagyon finom testcselekkel operálni a finn kitűnőség. Picit még most Tóth Adárt is meglepte ez az átadás. Aztán két lövés is hajóstól, de oldalra hátra pattan mindkétszer a kapusra a korong. Tóth
Adrián küzdött ott meg ellenfelével, aztán már így a harmad, a hazai harmad bejáratánál jár a ferencvárosi támadás. Kovács vitte be a korongot, majd érkezett mellé, és valóban segített is neki Pönök, de mint ahogy a jelen idő mutatja, nem tudta tovább építeni támadását a vendégegyüttes. Anssi Rantanené a korong. Lekapja a levegőből Pleszkán és kidobja a társaknak. Jön előre most a ferencvárosi támadás, Virág. Szép cselekkel játsza tisztára magát, majd egy hatalmas löket. Nem volt egy könnyen hárítható kategória, ez a Korbuj féle bomba. Virág is szépen cselezte át magát. De igazolva azt, hogy miért is van ott a kapusok listáján, az élmezőnyben Pusekkel váltják egymást, hol a dunaújvárosi, hol pedig a dülcsőri kapus áll a lista első helyén. Reméljük, ott nincs semmilyen sérülés. Magosi tápászkodik fel a jégről. Nagyon életerős kis lövés érkezett a Dorján kapujára, kihállítani tudott. A nagy bulakodásban, nagy zűrzavarban Magosi is elterült, de szerencsére nincs probléma. Olyannyira nincs, hogy be is állod a DVTK csapatkapitánya a bedobáshoz. De vendégütőkre érkezik a korong. Tauminen lövését blokkolják. Aztán utána fekve már nem nagyon tud még Vladó Dubek sem különösebben jégkorongozni. Most sem sikerült. Tauminen. Majd Tendler próbált a további szövegetni a ferencvárosi támadást, de nem sikerült ezúttal. Nincs tilos, hozzáért ott a ferencvárosi kispad előtt Magosi ehhez a lőtt koronghoz, ezért küzdhet tovább Miskolci Márkó, érkezik Galanisz is oda a tömegbe. Palánkra szorítós dipt játszanak ott hárman, négyen, aztán Tauminen ütőjén a korong. Hitamaki. Rantanen. Fiszát próbál meg keménykedni, de Anssi Rantanen és klasszikus back fizikummal rendelkezik. Most pedig egy kitűnő támadó minden erényét fel tudja mutatni. Kemény szerelés volt, de nincs kiállítás, a játékvezetők nem reagáltak a közönség reakciójára. Valóban a Pabuk Attila nagyon látványosan tűnt el, és került a jégre, de játékvezetők szerint nem volt szabálytalan. Némileg egy gondolatnyit másként látták az eseményeket a hazai kispadról, de ez most tényleg nem számít, mert már megy is tovább a játék, ott van a bedobásnál Vas. És amikor 8,5 perc van hátra az első harmadból, akkor a vendégcsapat kezdheti meg akcióját. Köncei és Német váltása összejátéka után jön a lövés. Szépen oldalra tereli a bárdal a Dorján a korongot, amit még bent tartanak a vendégek, és jön az egyből kapura húzott korong. A távolság miatt ez nem lehetett teljesen veszélyes, de Lakatos az eddig eltelt percek is mutatták, hogy előszeretettel élezel a távoli lövés adta lehetőségekkel. És már valóban boltott forgalom a Dorján kapuja előtt, de szépen hárított a miskolci kapuvédő. Hajósította oldalra a patkot, amit most Rantanen még tovább tol. Tóth Adrián állít meg, aztán Michael Owen bele avatkozott még, itt pedig kiperdül a ferencvárosi kispadra a korongot. Lindquist edzőnek egy kis reflex próba, de jól reagált a ferencváros vezető edzője. Szépen elhúzta a fejét a oda pattanó korong elől. Középső harmadból, a semleges zónából a bedobás után Kulmala szerzi meg a korongot. Hajós. Szorongatják, hárma veszik körbe, nem tudta megtartani, de a vendégek sem. Láda Balázs szedi össze a hátracsorkú korongot. Kulmala forgat egyet. Tóth! Most egy picit széles volt Tóth Adrián mozdulata, és még oda tudott érni. Virág nagy lendülettel érkezett
és a szerelés most sikeres volt, nem jutott el lövésig, végül is Tóth Adrián a blokk után kiperdült a jégen kívülre a korong. Azért Antanen szedi össze a bedobás után a korongot, sőt kapura is lőtte azt, Tóth Gergő küzdött nagy erőkkel, majd Ritó László szerzi meg a korongot, Tóth Gergő, jön a lövés, az ismétlés is az övé volt, fonákkal majd belsővel is kapura terelte a nagyszakállú miskolci játékos, de nem sikerült most túljárni Pleszkán eszén. Ez egy újabb komoly helyzet volt, újabb komoly gólszerzési lehetőség. Tóth Gergő is Ritó adták ezt el nagyon szépen. Nem a legjobban cserél a vendégcsapat, jön Galanis, második hullámban Magosi, nagyon nagy cser, de lecsúszik az ütőről a korong. Így még azonban veszélyes lehet, nem tudta Vojtko Matyi bent tartani, hátra tolata. Védő, és elindul a Jeges Medvék újabb akciója, Hitemaki el tereli fonákkal a korongot, de nem elég messzire. De Flisár még összeszedi, ott egy kicsit bajba került, egy pillanatra úgy tűnt legalábbis a Ferencváros, de aztán itt most már Kolincsó saját kapunál avatkozott közbe, majd egy újabb távoli lövés, és egy újabb Adorján védés. 6 perc, 28 másodperc van hátra, és Magosi találatával DVTK Jeges Medvék FTC 1-0. De mondom azt itt azon kedves nézőinknek, akik menet közben kapcsolódtak be a meccs megtekintésébe, hogy 9. percben esett a meccs eddig egyetlen találata, és azt megelőzően az 5. minutában volt egy újabb hazai találat, amit videózás után nem adtak meg a játékvezetők. És így jutunk most el a jelen időhöz. Vastolja tovább, Láda Balázsi a korong. Másik 17-es Köncé érkezett, ott nagy erőkkel, de kihozzák a pakkot a Jeges Medvék, Vas. Jön középre a korong, és Pavuk nem tudott hozzáérni, Szakarisz pedig csak most. Nagyon szép passzváltás Pavuk és Szakarisz között. Hát, egyre karcosabban válasszák el Pavukot a korongtól. Most itt Owen volt nagyon határozott, egyelőre nem emelte a játékvezető egy alkalommal sem a kezét. Körbeveszik Szappanost és elválasszák a korongtól a piros-fehérek, és elindul most Hajós. Nem tette egyből a korongot, ezért lakatosnak nyílt egy szerelési lehetőség, amiben élni is tudott. Rasmus Kulmán szerzi meg közben a korongot a Ferencvárosi kispad előtt. Nagyon gyötrik, és ott a golgomán környékén a park! Ezen a meccsen úgy tűnik, magasan van az inger küszöb a játékvezetőknek. Természetesen senki nem szereti azt, a szétfújkálják a bírák a meccset, és 6000 perc kiállítás van, hanem éppen ez a jó, hogyha megy a játék, mert akkor a jégkorongra figyelnek az urak a pályán. És így van ez most is, elindult Tóth, középen Hajós kapja a korongot, a fonák kísérlet emelés elsuhan Pleszkán kapuja előtt. Inglis Ákos lőtte be a korongot a hazai kapu mögé, de sorcsere miatt nem érkeztek társak, nem inkább felállt védelemmel igyekszik a Ferencváros hatástalanítani a DVTK támadását. Magas pot volt, jelzi a játékvezető, így egy belabással folytatódik a meccs. 4 perc, 29 másodperc van az első harmadból. Tiszel vezetőedző vált egy pár szót ott Renz játékvezetővel, majd folytatódik tovább a játék. Berta, illetőleg Inglis álltak oda bulihoz, amit Hétemaki szerzett meg. Most viszont visszaszerzik a korongot a Macik, most lehetett volna egy nagyon gyors meglepetés támadást képíteni, de Tóth Gergő nem tudta áthámozni magán ellenfelén. Ha jól láttam, akkor vele szemben Tauminen teljesített szolgálatot. Adorján lőtte körbe a palánk segítségével a korongot.
ami kikerülte a farkast. Miközben ezt megosztom önökkel, már a pálya túloldalán, ott nagy küzdelemben Berta igyekezett túljárni ONS-én, hiszen most a Ferencvárosi győzött. Dubek a felező vonalnál a második hullámban jó helyen volt, mert megszerezte a kolongot, csak úgy mit jön? A kispadról érkező Galanis Nikandros nem az első, nem a második, és reméljük nem is az utolsó parádés koromszertése a macik 8-asának, jött is a lövés belőle, hárított a ferencvárosi kapuvédő. Hát egyébként már megemlítettem Vas Jánost, ugye, hogy a most a jégen lévő közül a Eszterik a kanadai tabelláján, ő áll a legelőkelőbb helyen. Szintén kedvező pozícióban van, egész konkrétan a harmadik, Magosi Bálint. 15 gól, 8 assziszt szerepel a neve mellett, közben az oldalháló rezdült, szépen zárta a szöget Tendler lövéseinél. Radorján majd utána egy újabb hárításra volt szükség, Flissard próbálkozott meg közelről egy lövéssel. És a legjobb ferencvárosi pedig Vlado Dubek 21 pontot szorgoskodott össze, ami az ő esetében 9 gól is, 12 assziszt. Paluk, Szakarisz, Vas. Mögöttük pedig a Korincsó, Vojtko, Mátyás, Bekpár. És elindul a ferencvárosi támadás Köncei. Német lövése nem volt rossz elképzelés, de erőt nem sikerült már belevinni a fiatal játékosnak. Szakarisz indul előre, hát ő bele szokott általában vinni. Érkezik Pavók és érkezik most, de jó volt a blokk is, ahogy oda tette az ütőit Német. Nagyon jól játszik a ferencvárosi hatos, aki most jújjújjúj. Teljes erőből neki korcsájázott a kapunak, de szerencsére nincsen baj. Eltűnt Pleszkán mögül a ketrec, ezért állt meg a játék. 2 perc 17 van az első húszból még hátra. Közben az egyik vonalbíró helyére teszi a kaput. És a másik vonalbíró pedig már ott a középső harmadban a bedobáshoz készülődik. Most hátra a ferencvárosi ütőkre kerül a korong, amit ott Adrián tart meg, szerez vissza csapatának, még nem jön a játékvezetői sípszó, és behozzák a bulit most az Everák a hazai harmadba. Bedobás után korongszerzés, Jako Lepanen szerezte meg a pakkot, amit most Virág újból támadásba fordít. Hajós Roland, nagyon szép ponár forgatás, Láda és Kulmala indulnak előre, gyönyörű passz volt, jó meglátás, a túloldalon érkezik Tóth! Adrián, egy kicsit hosszú volt az átadás, de még forgatlattak a pirosfehérek, mondom én, aztán sokkal kedvező pozícióban volt Jászai mindenkihez képest. Kérdés, hogy meg tudja tartani a korongot, csak elhozza a Fradi 81-esek, nem volt egyszerű feladat, de oda tette, oda varázsolta a társ ütőjére, aztán inkább sor cserélnek a vendégek. Rantanen szépen fordul meg, és ezzel lerázza magáról Flissart, és 1 perc 20-szal a harmad vége előtt elindul Magosi és Galanis támadása. Ketten próbálták eladni, és még mindig mehet tovább a játék, nagy lövés jön! Nem sikerült most Rantanennek a kapura terelni a korongot, de előtte az sem volt kis helyzet, amit ott Galanis és Magosi alakítottak ki. Középen Miskolci Márkó, de visszakapja a játékba a korongot, elpattant a korcsolyájára, nagy lövés! Egy keresztpassz érkezett Magositól, Galanis ütőjére, aki gondolkodás nélkül, állítgatás nélkül lőtt. Van tempó, van fantázia a hazai akciókban, be is szorult a Ferencváros, de Tominen
szerelése. Most adhat némi lehetőséget, de nem. Továbbra is ott van a nyomás, a Fradin bent tartja a vendégharmadban korongot a házigazda. Pamuk Attila nem tudott egyből lőni. És Galanis vissza korcsolyázott a pakkal hazai harmadba, és így a fáradt lábak most lemehetnek, egy picit pihennek, de igaz ez az egész csapatra, hiszen már csak 5 másodperc van hátra. Stílus felszabadítás miatt áll meg a játék, és jön vissza most mindenki egy bedobás erejéig még a hazai harmadba, a Dorján kapuja elé. 4 másodperc van egészen konkrétan még a játékidőből, az első 20 percből.
mindenki a helyén, legalábbis erre enged következtetni játékvezető minden mozdulata jelzése, és kezdődik a második harmada DVTK Egesmedvék Ferencváros jégkorong mérkőzésen. A 2-8-as Vladó Dubek és Galavis Mika álltak oda a bedobáshoz, és Ferencvárosi támadással kezdődhet a második harmad. De Tendler átadása nem volt jó Dubeknek, úgyhogy nem lesz mégsem Ferencvárosi akció. Talán majd egy hazai, Magosi gyűjti be az oldalra csorgó korongot. Miskolci Márkó jól forgat vissza Galanis. Most kanyarodik be a kapu elé, és ment volna az átadás nagyon önzetlenül. Egy gondolattal később érkezett oda. Miskolci Márkó, ő lett volna most a címzett. Minden esetre villám gyorsan egy ide-oda elindított akcióval bele is csaptak a támadásba a legények. A középkezdés után elkezdte az akciót építeni a Ferencváros, de a befejezésig majdnem inkább a macik jutottak el. És remélhetőleg ez így lesz ilyen tempóban, ilyen változatosan a második 20 perc során is. Hasonló szellemben, mint ahogy az első felvonás zajlott, nem volt kiállítás. És ez még inkább csak emelte a meccs élvezhetőségi faktorát. Német ütőjén a korong, a kitűnően játszó hatos ferencvárosi fiatalember kapja is vissza már a Jegesmedvék harmadában a pakkot. Aztán itt megakad a ferencvárosi névsorolvasás, mert Szakarisz megszerzi a korongot, vissza is kapja. Babuk Attila érkezik, Szakarisz! Hú, ha figyelt volna, kimozdult ott Peszkán! De nem ment egyből a kapura a korong, amikor igen, akkor pedig az a Láda Balázs lövés a plexibe csapódott. Közben egy kolicsó Láda csere, és jött is a kolicsó féle bomba a kék vonalról. Szakarisz botlott el ott a lőtt passz következtében. A játékvezető egészen pontosan a vonalbíró jelzi, hogy szabálytalan hazai csere. Hatan voltak a macika, igen. És ez lesz az első büntetés a mérkőzésen. Ott még egy kis tanácskozás, a képvezető bíró Könceivel váltottak pár gondolatot, és Hajós az, aki leüli a kis büntetést. Ugye, hogyha jól mondom, akkor éppen a jégen lévő sor egy tagja kell, hogy letöltse az ilyenkor a csapatot sújtó 2 perces büntetést. Az első emberelőnyös játék a mérkőzésen a Ferencváros előtt adódik, Vladó Dubek áll a bedobáshoz, vele szemben pedig Magosi megszerzik, és meg is tartják a korongot a ferencvárosiak. Dominen távoli lövése elkerült a kaput, Hétemáké estében is még vissza tudta forgatni társhoz a korongot, Tendler lövi tovább a pakkot. Dubek, Tendler, hátul Dominen. Vissza Tendler ütőjére itt ez a oldal él, majd aztán Magosik csapkozik be oda a korongáratásba, de ő kicsit ellenérdekelt, fél volt, el is ütötte jó messzire a korongot. Jön a sorcserét követően a Vas, Miskolci, Lempanen, Kolincsó népsor be a jégre. Jarkó Lempanen szaporázza, Tendrel érkezik, és így is jó az át, felszabadítás, 2-1-en mehetnek a Jegesmedvék, Miskolci Márkó túloldalon érkezik, Kolincsó aztán! A Miskolci Márkó féle átadásba belenyúlt még egy ferencvárosi ütő, talán pont Hétemáké, aki most passzolta tovább a korongot, és ígéretes szituáció volt, de nem lett belőle végül is kellő veszélyhelyzet, ami ott még a felező vonalnál ígért az akció. Német Szappanos gyorsít fel, sajátért harmadból, bocsánat, és jön előre most a támadás, mégsem jön előre, Szakarisz csapat le a korongra is, nem is akarta ő nagyon cipelni, ellőtte, újabb sorcsere. Rantanen, Láda Balázs, Szakarisz, Kulmala, népsor van bent most a jégen.
25 másodpercig még emberelőben a Ferencváros. Kulmala megszerzi a korongot, és figyelve arra, hogy megfelelő ütemben induljon el, begyorsít a fintámadó. Kiállítás lesz ferencvárosi részről, most indul le Adornyán Attila, miközben Láda tartja a korongot. Késleltetett kiállítás, innen kezdve tehát megindul előre, nagyon szép cselekkel. Szakaris is most szerzik meg a vendégek a korongot, egészen pontosan Szappanos csapott le a pakra, de ez csak átmenetileg oldja fel ott a veszélyhelyzetet a ferencvárosi kapunál, mert most lép életbe a vendégeket. Egészen konkrétan a képen látható fiatalembert, Jászai Dávidot érintő kiállítás. Így oda a ferencvárosi előny, hanem most már hátrány lett belőle nagy hirtelen. Most a következő két percet a Nyegas Medvék töltetik 5-4 ellen. Ember előnyös játékot játszva. Megvan a korong a piros-fehéreknek, Leppanen ott a palánk tövében. Magaspotot jelez Gangár játékvezetőt. Középső harmadba kihozzák a bedobást. És újból a két 8-as, Galanis és Dubek néznek ott. Hát nem egymás szemébe, de megküzdenek a korongért a bedobás után. Dubek lett volna címzett ezzel a lőtt passzal. De hát Járkó Lepanen volt az, aki megszerezte a pakkot. Magos érkezik be a ferencvárosi harmadba. Újabb kiállítás lesz, Hitamaki. Itt fogadom meg önöknek, hogy ezen a találkozón többet nem mondom el, hogy kevés kiállítás volt eddig a meccsen. Azonnal beindultak az események, hogy ezt a mondatot elmondtam. Ez nem volt szép, főként nem az előzményekhez képest. És ráadásul úgy, hogy még fel sem tud állni. Jégás Medvék csapatkapitánya. Most itt azért van a kis kupak tanács, itt Vas János is itt van hazai részről, Dubek, mint csapatkapitány, illetve Tendler is ott van a Ferencvárostól. Mekkora büntetés éri majd Hétamakit. De ami a problémás szituáció, hogy Magasi még mindig nem tud feltápászkodni. Véget ért Hitamaki számára a mérkőzés. Először leült a Fradi 94-es a büntetőpadra, majd utána már mutatják neki, hogy korcsolyázzon le. Tartja égen Lindquist edzőjátékosát, de most jönnek a vezetőbírek és tájékoztatják történésekről. Nem tudom, hogy látják-e onnan a vendég kispadról, hogy Hordágyon viszik le Magosit. Persze, hogy látják, de most ott megy a lobby a saját igaz mellett. Ez így 5 perc plusz végleges lesz Hitamaki részére. A 5. perc a második harmadban. Talán helyre rázódnak az események. Lindquist edzőt kell még egy picit ott nyugtatni. Ő is mondja magáért, a játékvezetők is. Most egy picit padhelyzet alakult ki, illetve ezt a padhelyzetet azt fogja feloldani, hogyha most folytatódik majd a játék. Nem várnak egyszerű percek most a Ferencvárosra.
szépen minden ki és minden a helyére kerül, megérkezett Farkas Üli le a Ferencvárosiaktól ezt az 5 percet. És akkor ugye van egy 2 perces kisbüntetés, ami a Fradi vállát nyomja, az 1 perc 31 másodpercig tart még, és elkezdődött ugye az 5 perces büntetés is, és megvan a korong a Baciknak, Vas János ütőjén a pak túloldalon. Rantanen ért még hozzá, és jött is a Vas bomba, szépen ment, gólba tartott, de Pleszkán is ott volt, és kisebb pattant a kapusról, szép lövés, szép védés volt. De nem volt benne a meccsben ez az egész kellemetlen kis epizód, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy a kitűnő formában lévő Magasi Bálintnak nem lesz semmi bajom, és ezen a meccsen nem is tud visszajönni, de nagyobb volumenű problémával nem kell megküzdenie. Közben Láda kapja a korongot és tolja tovább Vas János. A kapu mögül Masson Pavlik Attila előre. Szakari szúrt vele egy csukló mozdulattal még a korong útjába. Láda tovább tolja. Rantanen, Masson a Láda féle lövőcsel egyelőre. Vas János, Rantanen, Láda, nagy lövés, kiperdül, oldalra csorog a korong. Rantanen ütőjén. Láda Balázs visszateszi a backpárjának. Most jön a Láda bomba. Ez most nem volt pontos. Pavlik Attilához perdül a pak oldalra. Megint Láda nem tudja tovább tenni. Vas János lett volna a fel és a címzett. Ehelyett azonban jött egy felszabadító ütés a vendégek részéről, és lehetőség így most a Fradinak is sor cserére. Vas indul meg ott a saját kispad előtt. Bekarcsolyázik a Fradi harmadába. A 2 perces kisbüntetésből 10 másodperc van hátra. Kolincsó tovább tolja. Nem volt veszélytelen, Vas János lőtte be a pakkot Rasmus Kulmalához, aki most megint megkapja a korongot, jön vissza az első kiállított ferencvárosi játékos, jött a 4 élen folytatódik Lepmanen. Nagyon nagy játék! Vas János! És utána pedig, ha jól láttam, Peter Sakaris volt az, aki beütötte a vendégkapuba a gólt. Már 5-4 ellen voltak a jégen a csapatok, de csak sikerült kialakítani az emberelőnyös játékból egy gólhelyzetet és gólra is ártani azt hazai részről. Az én tippem a Peter Sakaris volt a gólszerző. Elkönyvelhetjük, a 7. percében jár a második játékrész. És az 5 perces kisbüntetésből 3 perc van még hátra. Ennyit játszik még ebben előnben a pirosfehérmezes házigazda. És indít még egy támadást a DVTK, és Kaci Márkó a felező vonalnál szerzi vissza a korongot, amit pillanatra elveszettnek tűnt. Majd itt most konkrétan Tedler az, aki jól avatkozik közben, és kiemelte a pakot egészen Adorján kapujáig. Sorcsere mindkét oldalon, Kulincsó indítja a DVTK akcióját. Vas, Pavuk, Szakari szállomásozott ott a kék vonalnál, hogy ne legyen les. Rantanen újból, Láda Balázs, a speciális egység maradt bent hazai oldalról a jégen. Vas János, Szakaris várta ott a kapu mellett a pakkot, egyelőre nem vonták még be a többiek a játékba. Vas lövi meg a korongot, Láda Balázs igyekezett beleérni, de akár beleért, akár nem, Pleszkán hárított. 2 perc 10 másodpercig tart még a hazai ember előny. Bedobás után megszerzik a piros-fehérek a pakkot, és újban elindul a korongáratás, minden másodpercit igyekszik kihasználni ennek az emberölős játéknak a házigazda.
Szakanis nagyon lágy kézzel bepötkölte oda a zöld-fehér gyűrű közepére a korongot, de oda nem tudott társérkezni. A felszabadító ütés nyomán pedig Anssi Rantanen hozza a korongot vissza támadásba. Pavuk perdíti maga elé, és bent is tartja még a korongot, nem volt egy rossz mozdulat. Szakanis lövi meg! Mekkorát fogott Peskar! Megküzdött érte Pavuk! Le is készítette a korongot a társnak, és jött is a Szakanis féle bomba, de Peskar ezt nagyon nagy bravúrral hárítani tudta. Másfél perc, mű másfél perc még, amit emberölőnyben játszott a DVTK. Hajós, Kulmala, Tóth Adrián, Lepanen és Joe névsorban bent hazai részről most a jégen. Hajós rohadt tovább forgat, Kolincsó a pakkal, túloldalon Lepanen. Tóth Adrián kapja a korongot. Kulmala túloldalon érkezik a társ, gyönyörűen varázsolta Kolincsó ütőjére. Kulmala a pakkot, de nem volt megbűhető ez a szituáció. Megindul most a Banci korong, áll a társ, honnan jött ki a korong? Saját ütőről csorgott be majdnem a Fradi kapujába a pak. Jól látom, hogy videózás lesz. Csak próbálunk kikövetkeztetni. Két játék, két vezetőbíró, bocsánat, itt tanácskozik a zsűri asztal előtt. Longán játékvezető jelezte, hogy itt most ő ezt visszanézi videón, de nem nézi vissza. Egy gyors tanácskozás követően, aztán törlődött ez a szándék. Valóban közel jártott az előző szituációnál a korong a korvonalhoz, de ezt innen is a közvetítő állásból is lehetett látni, hogy csak közel járt, ez pedig les. 47 másodpercig játszik még emberelőnyben a házigazda DVTK Jeges Medvék csapata. Mely csapat a második félidő, bocsánat, második, harmad, hetedik percében esett Szakanis találata, már 2-0 arányban vezet a Ferencváros ellen. És Galanis űzi hajtja a korongot, amiért most Jarkó Lepanennek kell nagyot sprintelni, a szappanos maradt egyedül Ferencvárosi részről, de még mindig ugye 30 másodpercig még ember előnyben játszik a DVTK Jeges Medvék csapata. Galanis kapja a korongot, hátul Lepanen állomásozik. Jarkó Lepanen ezúttal nem kapura, hanem csak úgy a társaknak egy ilyen lőtt passzal próbált kedveskedni, és Tóth Gergő hozzá is ért a koronghoz, ami aztán elakadt ott a kapusban. De még mindig ott a korong a Ferencvárosi harmadban próbálja nyomás alatt tartani, csak a ellenfelét a házigazda. 16 másodpercig még ember előnyben adogathatnak a piros-fehérek. Szakanis váltott gyorsan irányt, hogy meglegyen neki a korong. Rantanen Láda, Balázs a pakkútja, Vas János. Most jön vissza majd a kiállított ferencvárosi. Pavuk Attila tovább tolja, nem tolja tovább, elindul Pavuk. A hosszú sarkot lőtte, nem sok hiányzott. Rantanen csípje el a korongot, azonnal vissza a tömegbe. Majd ott blokkolják már a ferencvárosiak. Szappanosnak egy pillanatra úgy tűnt, hogy jó is lehet indításnak, aztán ebből korongszerzés hazai részről. Nagyon-nagyokat forgatott Szakanis, és csak eljut még a társhoz, a korongláda, Balázs éri el, nem volt egyszerű megoldás, de mégis összejött. Szakanis másodszor is nagyon jó passzat, Rantanen küzdött féltérden, Hajós Roland is bekapcsolódik, majd megvan a vendégeknek a pak, és Jászai az, aki felszabadít. Váltottott sebességet is indult előre nagyon nagy tempóban. Majd Tóth Adrián is nagyon megnézte Tóth Adrián, hogy hova lőjön, aztán nem talált el végül is a pakkot, amit így nem kis nehézségek árán összeszednek a vendégek, de megindítani a célokat nem tudják a korongszerzést követően. Bojtko kocsiázik ott nagy tempóban a palánk tövében.
és megküzdött. A korongért nem volt egyszerű dolga, azonnal megkapta lakatost a nyakába, de csak sikerült kitolni a fiatal Becknek a korongot, amiért most már ott a túloldalon Tauminen és Tóth Adrián küzdenek. Hajós Roland is érkezik, de nem lehetett az övé. Ferencvárosi ütőn most a korong. Elindul előre Virág nagy lendülettel. A kapu mögötti plexiről pattan le a jégre a pak, amit Colin Joe szed össze, és már nézi is, hogy ki lehet a társ, akit majd ő indít. Felpörög a korong, amiért Ritó küzd, de bármennyire is megindult Ritó László lengyel Leventé a pak. Mire az ő nevét kimondom, már majdnem visszaszerzik a jegesmedvék. 8,5 perc van a második harmadból hátra, a DVTK jegesmedvék, Ferencváros 2-0. Jarkó Lempanán a korongon, nagyon nagy indítás, Bertag kapja a pakot. Ritó csak átlépte, elengedte, de nem lepte meg. Ez eléggé pleszkánt ahhoz, hogy változzon az eredmény, de nem volt egy kellemes szituáció a kapus szemszögéből. Ott volt Ritó centikkel az orra előtt tulajdonképpen a kapusnak, és az utolsó pillanatban még csak elkorcsolyázott a korong előtt a macik 19-ese. Na még egy bedobás, gyorsan vissza oda az érintettekhez. Megint a két 8-as állt oda egymással szembe. Nagyon nagy küzdelem, nem is Koci Márkó fogja talán birtokolni a korongot, ha minden jól megy. Mert azért volt merget nem vennék, mert hatalmas energiákkal ott Auer dolgozik mögötte, hogy megszerezze a korongot. És Koci Márkó, Talanis is bekapcsolódik, majd Frisár is megjelenik ott. És a nevető, nem is tudom hányadiként, Tubek érkezik és ő üti el a korongot. Frisár elől azonnal vissza a korong Grantanenhez, aki a felező vonalnál fordul és vissza is jön. Már egyre közelebb a ferencvárosi kapuhoz. Egy fordulás, a kapu megül! Hú, a pak! És csak ki tudták bányászni a vendégek. Nagyon rossz másodpercek voltak ez Pleszkánnak. Le tudta ütni maga elé a korongot, és abban a pillanatban kisodolták a kezéből a bárdot, de aztán lövést már nem tudtak a jegesmedvék oda tenni még a ferencvárosi kapura ezekben a pillanatokban, de talán majd most Szakarisz jön a lövés, gól! Pavuk Attila passzar mozdulatával 3-0 a jegesmedvéknek! Ezt olyan gyorsan adták el, hogy egyébként Pleszkán, aki nagyon feljavult az első gól előtti hibáját követően, nem tudta zárni a mamutokat, és bebőrezték a ferencvárosi kapust. Szakarisz által lekészített korongot Pavuk Attila vágta a Fradi kapujába. Ez a harmadik jegesmedve gól a meccsen. Lakatos a koronggal, saját kapu mögött. Majd aztán Tauminen indítása, Hajszál pontos, Szappanos most már nem korcsolyázhatott a hazai harmadban. Őt Jarkó Lepanen válasz el a korongtól. Vas János indul meg már nagy tempóban. 3-2 ellen jönnek a macik, de visszazár most Németh. De mégis Jarkó Lepanen bújik ott ki és megszerzi a korongot Szakarisszal. Összjáték. Szakarisz nem egyszerű leküzdeni. Pavuk Attila terül el a jégek, de nem volt szabálytalanság a játékvezetők szerint. Szappanos a Miskolci kapu mögött, de lövésig nem jut, de még támadásra maradt a csapata. Köncei egy lőtt passzal próbálkozott, majd Vas Jankó az, aki kiemeli a korongot. Ez egy kézpassz volt, és behozzák a játékvezetők a bedobást a Fradi harmadába, 6 perc 20 másodperccel a második harmad vége előtt. Lövésében bele korcsolyázik, ödök és ebből jön a ferencvárosi támadás, és kapura is tudta
Ha jól láttam, Flizár ütötte végülis kapura a korongot. Nem. Javítanám magam, elnézést kérek. Kovács, a Fradi 22-ese végül is. Kovács Viktor László volt az, aki ezt a lövést eleresztette, és Adorján volt az, aki a Mamuttal hárítani tudott. Virág és Bert álltak oda bedobáshoz, aztán most elindul a hazai támadás ebből. Ritó, nem jön most be a csel, gyötörték, szorongatták hátulról, nem tudott pontos lenni. Kovács kísérletezett lövéssel, Rantanen blokkolt nagyon szépen. És konopszerzés követően Tóth Gergő indítja be a rakétákat, megindul a hazai támadás. Nem sok hiányzott hozzá, hogy meglegyen a Fradinak a korong, aztán megtartani már megint csak egy kicsi hiány, de nem sikerült. Vojtko üres területre lövi oda, Berta érkezik, fordulásból lő egyet Berta Ákos. Érezte, számított erre a megoldásra Pleszkán is, zárta ott a rövid sarkot. Vojtko érkezik be a Fradi kapuja mögé, nagyon nagy lendülettel játszik a fiatal Beck, jól forgat, miközben a Dubek és Kolincsó bukkannak fel a korong környékén. Aztán most egy ferencvárosi támadás indulhat majd el, akkor, amikor 5 perc van hátra a második harmadból. Nincs ferencvárosi akció, hanem hazai korongszerzés. Kulmalá lövi meg vonákkal, és oldalra csorog, hajó is gyűjti be a korongot. Kulmalá. Kolincsóhoz hátra, nagy bomba, elsúvan a kapu mellett. Vojtko másik oldalról! Ott a tömegben elakad, és most fogja Pleszkán. Saját társát kapta meg ott Pleszkán a nyakába. Korbu és Tóth Adrián érkeztek oda kapusra kipattanó korongra. Nem is volt kapusra kipattanó, de hát nyilván menni kell az érintetteknek. Aztán megnyugodtak a kedélyek, jött a játékvezetői sípszó és a bedobás után. Most éppen, hogy csak bent tartja még a vendég harmadban a korongot láda, amit most megszereznek végül is a ferencvárosiak Frisszár ütőjén a pak. Repanen tovább tolja, már ott nem volt, nem lehetett a társi Frisszár átadása. Miskolci már húzza meg ott a palánk tövében. Hajós is érkezik oda a táncba. Galanis, Lepanen, kicsúszik a korong, és itt most a névsorolvasásból lehetett hallani Rüde Magosi helyét. Kellett feltölteni, és ebben a sorba kapcsolódott most be Hajós Roland. De most Járkó Lepanen az, aki csatár erényeket csillogtat, szép cselekkel indult be a vendég harmadba. A Finn Beck, aki most érkezik a Vladó Dubek mellett. És mégis Dubeki a pak, ez veszélyes lehet, nem találta el! Fú, mekkora helyzet volt pedig, de Szappanos nem találta el a korongot! A sikerült hosszú idő után felállni először a Fradinak, és elkezdődik a korongjáratás, de kicsúszik. Egy korongkezelési hiba Lakatos részéről, és oda a kecsegtető helyzet, vissza kell tolasson a két meg Tauminennel. Korongváltás után aztán elindítják az 57-ek a támadást, de ez itt tilos felszabadítás lett. 3 perc, 10 másodperc van hátra a második harmadból. DVTK Eges Medvék, Ferencváros 3-0. Magosi, Szakadisz és Pavunk a gólszerzők. És remélem, hogy a záró 20 perc kezdésénél már talán valami információval tudok szolgálni önöknek, hogy Eges Medvék csapatkapitányával mi történt. Hordágyon kellett levinni a jégről egy nagy ütközést követően. Szakadisz. Hétem, aki állította bele a palánkba a válogatott támadót. Pabuk Attila közben a koronggal. Eljut Vas Jánoshoz a korong. Egyfajtában nézte a társak középen Vasankó, majd természetesen, hogy felhúzta rövid sarokra a korongot, de most Pleszkánba elakadt ez a kísérlet.
jön a biztatás, a buzdítás a lelátóról, megint nagyon szép nézőszám van itt a Népkerti csarnokban, miközben Németh ott a hazai harmadba korcsolyázik be, de Berta lesz, és nem Szappanos, aki eléri a korongot. Az előre vágott pakra pedig Tóth Gergő szágult gorbújjal. Mind a ketten a jégen csücsülnek, most állnak fel, és visszacsorog hozzájuk a korong. Folytatódik tovább a harc, szinte ugyanazon a ponton Tóth Gergő szedi össze a korongot. Jön egy vonák kísérlet, egyből gondolkodás nélkül, hogy bekorcsolyázott a kapu elé, tehát már pozitív szögben volt a 66-os jegesmétre. Jött is a vonák kísérlet, nem volt rossz elképzelés. Közben tilos felszabadítás miatt állt meg a játék, és megint egy bedobás, ami a folytatás jelenti majd a vendégharmadban. Buli után Hajós teszi oldalra korongot. Tóth Gergő érkezik, Kulmala is bekapcsolódik oda. Szépen forgat Rasmus Kulmala, le is rázza magáról. A Ferencváros itt nagyon beültette ott a hintában, ellenfelét a finn támadó. Kulmala, hát azért egész egyszerűen eladták ezt a cselt, eladta Kulmala ezt a cselt, de ez még egy kipattanó! Újabb komoly gólszerzési lehetőség, Peszkáról jött ki a korong, jött is a lövés, de most nem lehetett itt újból megremegtetni a falakat egy nagy gólörömmel. Nagyon jól játszik Rasmus Kulmala, ezt a lövést is ő jegyzi. Ő is egyre otthonosabban mozog, jegesmedve szerelésben egyre jobb játékkal segíti csapatát a finn korosztályos világbajnok. Egy perc van hátra a második játék részből. Megint a nagy páros Galanisz és Dubek a bedobásnál. Galanisz Léke hozta el a korongot, amit Láda Balázs a palánk tövében belül a kapu mögé, ahol Miskolci Márkó szedi össze most. Egy váltás. Tóth Gergő. Nagyon jól forgat ő is. Dubek ugrott oda is. Nagy rutinnal leütközte ellenfelét és kapja is vissza a korongot. Utolsó percen belül vagyunk, de nem tudja tud meg kihozni, aztán mégis csak ki tudja, hogy pillanatra úgy tűnt, hogy már elveszíti. Jászai Piszár, aztán több megpattanás követően elcsorog oldalra, kapu előtt a korong. Miskolci Márkó szedi össze a pakkot. Tóth Gergő elindul előre a másik szakállas kollégával, Láda Balázzsal. Egy lágy mozdulattal Láda Balázs beemeli a korongot, oda pont a társat kereste, visszaadja. De most nem tudták lövéssel befejezni a netvég. 10 másodperc a hátra. Owen kiüti a harmadból a korongot. Ez csak arra volt jó, hogy már nagy veszélyhelyzet ne legyen. Ebben a pillanatban pedig véget ér a második 20 perc is. Hát láthattunk két nagyon szép hazai találatot és egy nagyon sajnálatos sérülést, ami után remélem, hogy nincs komoly baj a magasi csapatkapitánynak, de minden esetre őt szinte biztos, hogy elveszítette a folytatásra a DVTK, mint ahogy a Fradi is hét a Makit, aki a szabálytalanságot elkövette. 5 perc plusz végleges fegyelmével befejezte a Fradi légiós a meccset, de mi még nem fejeztük be, hiszen egy harmad még hátra van. DVTK, Jegesmedvék, FTC 3-0, innen folytatjuk.
arányban vezet a DVTK Jeges Mendrik csapata a Ferencváros ellen, és másodpercek múlva kezdődik a záró felvonása, utolsó 20 perc a találkozón, és időközben jöttek információk a Jeges Mendrik csapatkapitányáról, aki ugye itt a második játék részben tompítás nélkül csapódott be a palánkba, egy kis kemény beavatkozást követően, és az az információ érkezett a klub részéről, hogy hát bizony el kellett vigyék kivizsgálásra kórházban Magosi Bálintot, akinek a csípője sérült meg, de reméljük nem lesz komolyabb gond, és folytathatja majd a kitűnő játékos. A társak azonban folytatják, és el is indult át a záró 20 perc. Pleszkán emelte ki a bárdal. Konkrétan olyan jól sikerült ez a mozdulat neki, hogy tilos felszabadítás lett belőle. És így hazai részről sorcsere, és jönnek vissza a jégen lévők a ferencvárosi harmadhoz. Egészen pontosan oda bedobó ponthoz. Dubek vendégrészről, a hazai részről pedig Vas. Ott a bedobásnál Vasjan küldi el a korongot, amit megtart Pabuk. És elindul a korongáratás. Kapja a Pabuk, nagyon szépen forog rá ellen, Vassal egy nagyon szép összjáték, jött is a Vasjankó lövés, de nem mozdult Pleszkán a rövidről. Ez volt a megfejtés a kapus részéről az előző helyzetnél. El is akart. Végülis Pleszkán Józsefben a korong. Német csípte el a korongot és indult el belőle, még nem egy ütközés következtében, aztán nem volt időn befejezni a korongot, mert aztán megindult a ferencvárosi támadás, és pont Német elé jött egy veszélyhelyzet. És még mindig nem szabadult fel a DVTK kapuja, majd itt kiállítás lesz. Játékvezetők Pabuk Attilát ültetik le a büntetőpadra. Itt át hazai ember hátránnyal indul a záró 20 perc. Na nézzük azért így a meccs, egészen konkrétan ugye a harmad ezen szakaszában egy emberelőny azért még változást hozhat, de ezt a emberelőnyös játékot nem kezdi jól a Fradi. Leppanen csípte el a korongot és nyert értékes másodperceket így csapatának. Most érkezik be majd Tauminen jóvoltából a Fradi támadása. Virág érkezett a túloldalon, Miskolci Márkó zavarja, Német. Aztán nincs tovább, mert Galanis Mika az, aki bekapcsolódott ott a korong dédelgetésében, és a jó messzire elütötte. Ez itt pedig Les, van a bíró jelzése egyértelmű. Német nem teljesen ért vele egyet, de ő olvasatában egyértelmű, hiszen ígéretesen korhatott volna ki, indulhatott volna meg a Fradi hatosa. Ám ehelyett a középső harmadból bedabással folytatódik a játék. Újból a Dubek-Vas duó áll oda a bulihoz. Rántanen és Köncei tevékenysége nem kerül el a bíró figyelmét, pedig a háta meg a történt minden. Igen, most már azért néz hátra a vonalbíró is, aztán megy tovább a maga medrében a játék. Jani Tauminen ütőjén a pak. Megindulott az ő oldalát a szélen Tendler, de ott Vasános volt és nem Köncei. Hát nyilván Könceinek szánták a társak ezt az átadást, de nagyon jó ütemben lépett ki Vasjankó. Elütötte a korongot, így a kiállítás fele már le is telt, és friss lábak vannak bent hazai részről a speciális egységben az ember hátrányos védekezésben. Tendler dobja át fonákkal a korongot a túloldalra, Owen és Szakaris küzdöttek a pakker, majd Peter Szakariszt érintve egészen magasra a nézőtérre csapódik ki a gumidarab. Megint megállunk egy rövid időre, és mindkét oldalon sorcsere, és
így folytatódik a játék. 39 másodpercig tart még, de hazai ember hátrány. Virág és Galanis. Bedobásnál is Galanis Nikandros üti el a korongot, amit Láda a palánk tövében körbeüt. Egészen hátra csorog pleszkánig a korong. Az ember hátrányban játszó házigazda most nem jön annyira fel korong szerzésre, támadás építés zavarásra. Német szágult be közben a hazai kapu elé, jön a beadás, a lőtt passzod a középre, de Szappanosnak ez nem volt jó. Korbuj indította a csapat a játékát, majd ott Virág mellett suhant el a korong, ez már aztán veszélyhelyzet volt, de mégsem lett belőle semmi. Galanis dédelgette, ott tartogatta a korongot, és takarásból idekezett ellőni, hogy ne legyen sok esélye a kapusnak a hárításra, de blokk következtében már egy fradi támadással beszélhetünk, majd egy újabb hazai korong szerzéssel. Pamuk Attila lövőcsel elindul, Pamuk, jön a lövés! Nem érezte teljesen a ferencvárosi kapus. És most kell korrigálnom magam, elnézést kérek mindenkitől. Peter Szevela van bent a jégen már itt a záró felvonásban. Helytelenül mondtam eddig önöknek. A buli után Owenhez került a korong, majd Sakaris küzd meg ott. Pasjankó is bekapcsolódik, és megindul nagy erőkkel ott. English, illetve Rantanen, és a miskolci back párja, Vojtkó volt az, aki végül elérte a pakkot. Sakaris dobja tovább, Vas nagy tempóban közlekednek most a jeges medvék, akik már ugye kiegészültek, ott az öt ellen van a játék, megy a játék. Pont Pavuk Attila, aki most beütötte a korongot a kapu mögé, ő volt a kiállított. Sakaris forgatott a kapu mögött, de kap a nyakába egy csomagot Tauvinen képében. Majd Rantanen nem igazán feladós típus, hátrányból érkezett oda, és mégis megindult a korongért, és neki lett igaza, nem csak hiányzott ahhoz, hogy hozzá tudjon érni ő is. Tehát helyesen Szevela van a Ferencváros kapujában immáron, és így ő is figyeli, hogy a buli után kié lesz a korong. Kulmalát elküldi a vonalbíró, és egy újabb bedobás lesz ott. Tóth Adrián, illetve Virág, ők vannak most ott párban. Egyébként még a mérkőzés előtt mondta azt a DVTK Eges Medvék vezetőedzője, Mikel Tiszel, hogy ezt a meccset élőben vasárnap este játsszák a csapatok, és csütörtökön és pénteken is ezt a liga meccset játszottak a Jeges Medvék. Így a szombaté, tehát a most látható meccs előtti napon a pihenésé volt az abszolút főszerep. Vissza kellett tölteni a lemerült akkumulátorokat. És hát hozzátette még Tiszel vezetőedző, hogy bizony az öltvejének mindig kemény ellenfélnek számítanak, így az utóbbi hetek legkeményebb találkozójára számít a svéd szakember. Nem túlságosan fontos adat, csak egy kis érdekesség egyébként, hogy bár már a Ferencváros ugye a 20. liga meccsét teljesíti, közben egy távoli nagy lövés kipattan elnézést Szeveláról, de repül a kapus is. Neki szerzi a korongot. De tovább érdekesség meg, hogy ugye már a szezon 20. liga meccsén szerepel az FTC, de még mostának ilyen találkozón először Miskolcon az öltfehérek. A Magyar Kupában viszont már volt ferencvárosi vendégszereplés Miskolcon. Akkor a Pavuk, Rask, Láda, Vas és Sakaris góljaival 5-0 arányban nyertek a Jeges Medvék. És a két csapat egyébként az Erste Liga meccsen már találkozott ebben a szezonban, de akkor Ferencvárosi pályaválasztás mellett zajlott a meccs. Az 5-2-re nyerték a Medvék, végig kézben tartva a találkozót. Sakaris indította a gólgyártást, amit akkor azon a meccsen, amit Vas folytatott.
Preston, majd Virág Tamás találataival 2-2 lett, de ezek után jöttek a jegesmedve gólok, Láda kétszer, és Magosi volt még azon a meccsen eredményes. Miután csak a 6. percében jár a záró harmad, akár még összejöhet ez a 5-2-es eredmény is, meg egészen más is. A hátra lévő szűk negyed órában ezekre a kérdésekre kapunk választ. 3-0 arányban vezet a házigazda DVTK Egesmedvék csapata a Ferencváros ellen, és Galanisz és Dubek álltak oda a bedobáshoz. És a korom mélyen hátra csorog, amit Kolincsó még megment. Kliszár nagyon nagy tempóban közlekedik, de nem tudta megszerezni, csak megzavarni a korongjáratást. Megint Fliszár sokat vállal, megjátszható, sokat mutatja magát, a ferencvárosi 23-os megint nála van a korong. De most nem tudja tovább építeni csapat a támadását, mert Galanisz már bentjára veszélyes területeken közelít a ferencvárosi kapuhoz a koronggal. Miskolci Márkó nem tudta megütni, de összeszedik még mögötte a bekkek, Láda és Lepanen. Tauminen jön át most a hazai harmadba. Nagyon nagy helyzet volt, egy kicsit talán túl sokat vártott Németh is hátulról. Segítettek neki nem pontosnak lenni. Jaj, Miskolci Márkó, de jól csinálta, és Szevel a hátbizonyot most nagyon nagy szerencsével zárta ezt a szituációt. A kapu mögül előre kanyarodva akarta Miskolci Márkó eladni ezt a klasszikus jégkorongos megoldással ezt a helyzetet. Majd Babuk jön, nagy lendülettel is véd, újból Szevel a kapus. Németh. Göncei térő fordul. Egy Fonák indítás, de Szappanosnak most nem volt jó. De jól helyezkedik, és így övé lett a felszabadítási kísérletet követően a pak. Kiállítás lesz hazai részről. Megy tovább a játék, és abban a pillanatban, ahogy most Adorján Attila megfogta a korongot, életbe lép a Jegesmedvéket sújtó kisbüntetés. Anssi Rantanent látták szabálytalannak a játékvezetők, és ő csücsül le a büntetőpadra. Újabb 2 perces emberelőny. Kezdhet meg a Ferencváros tehát. A hazai speciális egység Kulmalam, Lepanen, Tóth Adrián, illetve Kolincsó most bent piros-fehérben. Nagyon higgadt megoldás Rasmus Kulmalától, Tóth ad a választott, aki el is lövi szépen. És most lemegy cserére, helyette Miskolci Márkó jött be a jégre. Éppen benne akadt el a korong, és vissza kell egészen mélyen mennie saját harmadba a pakkert Owennek. Miközben több mint 30 másodperc eltelt a kiállításból. Tendler tovább lövi a túloldalon, Könce érkezik. Igyekszik felállni a Fradi. Owen, jön egy távoli lövés, bele tudott még érni Tendler, de most nem a kapura, hanem így a kapu mellé ment ütőjéről a korong. Egy újabb felszabadítás hazai részről, jöhetnek a friss lábak. Szakarisz, Vas és Vojtko konkrétan. 50 másodpercig tart még a ferencvárosi emberelőny, jönnek is előre a zöldfehérek, de nem tudnak sokáig menni. Szakarisz nem tudja Vast indítani, aki megszerezte a korongot. Egy pillanatra, majd indult előre, hogy kaphassa is azt, de nem jött hozzá, vissza már pontosan az átadás. Adorján élt most jól együtt a játékkal, és miután a társ még bele tudott érni, jó messzire ment a korong, de azonnal visszahozzák azt a vendégek, akiknek még 25 másodpercük van, hogy ember előnyben támadhassanak. Virág! Korbó is hozzáért. Németh forgatott a kapu mögött 6-ossal, nagyon jó volt a szerelés. Jött oldalról a lövés. Szappanos
egyetlen egy opció maradt, azzal élt a támadó. Nagyon éleszekből azonnal kapura ütötte a korongot, de nem sodorta be a Dorján, hanem szépen fogta, hogy kell. 13 másodperc múlva kiegészül a házigazda. Elsodort a Galanisznik Androsz a bedobást követően a korongot, de visszafújja a játékvezető. És őt el is küldik, már bocsánat, a DVTK 8-asát elküldik. Inglis van ott a ferencvárosi érintett a bulinál ő. A Galanisznik Androsz, ha már elküldték onnan, akkor ő az, aki összeszedte a korongot, és így segítségével jött a felszabadító ütés, és Anssi Rantanen pedig ebben a pillanatban jöhet vissza égre. Pontosan odaérkezett hozzá a korong. Most ő küzdött 6-ossal a pakkért, és végül Miskolci Márka ütött el jó mélyen a ferencvárosi harmadban be a pakkot. Tehát újra jött az öt ellen a csapatok. Inglis lövését terelte oldalra a Bárdal, a Dorján. Majd Szakaris kanyarodik vissza, mert Colin Joe indítása nem jutott el hozzá első szándékból. Lempaneni pazar indítása azonban igen, Pabuk Attilához, aki kapura is pörkölte a korongot, szemel a hárított. Szakaris forgat azonnal fonákkal, Láda Balázs bent tartja a harmadban a korongot, bekapcsolódik oda még Vas Jankó. Jaj, de szépen fordult le, elküldte emberét Vas Jankó, és meg tudta még ütni ott a korongot! És nem nagyon ereszti ellenfelét. Másik sportág jutott eszembe most Inglis Ákos tevékenységével kapcsolatban. Peter Szakaris ütötte még meg a korongot kapura, aztán kapta a gyakába rögtön Inglist is. Kettejük is bemutatóját a jégen, nem honorált a játékvezető. Bár nyilván ezen lehet majd vitatkozni, én úgy láttam, hogy Szakaris inkább a korongot akarta megütni, és jött Inglis. Egy páros kiállítással folytatódik így 4-4 elleni játékkal a találkozó. Sajátságos ítélet volt a játékvezetőktől, de mindegy. Turmala elhozta már a buli után a korongot. Láda Balázs üti kapura, és nem volt az meg Szevelának, így is van, el is indult út Adrián, és neki volt igaza, mert most... Mert ott van Turmalán esélyt Rantanennél a park, és aztán van hely korcsolyázni. Nézzük, hogy ez kinek fekszik majd inkább. Nagy közdelemben eljutott a korong. Most szépen forgató Jászaihoz. Nagyon nagy szórót láthattunk, amit még becsatlakozott Szappanos is. De most jön előre a DVTK akciója, a Láda Balázs. Egy több hely van, jobban megindulhatnak egy-egy korongszerzés után a játékosok. Galanisz nem tudta maga elé tenni, pedig úgy lett volna igazán veszélyes. Bezúdul most a hazai kapu elé a Ferencváros. De Owen lövése nem talált kaput. Tauminen tette neki oda kitűnően az ütőjére a pakkot. A
kiállítások fele már le is telt. Jön előre most Könce jó oldalból a ferencvárosi támadás. A váltás is jó. Owen. És ez passzar szerelés volt Kumatyitól. Majd Tauminen tartja ott még a pakkot. És itt támadásban a Ferencváros, Miskolci Márkó és Köncei bukkannak ott fel a korong mögött. Dubek. 30 másodperc múlva jöhetnek vissza, kiállítottak. Tauminen lőtte meg a korongot, ami Miskolci Márkó ütőjéről pattant egészen más irányba, mint ahova a Finn Beck szánta volna. Vojtko közben a koronggal. Bas János. Colin Joe. Szépen fejlődnek támadásba Jeges Medvék. Jöhetnek vissza a kiállítottak, újból 5 az 5 ellen a csapatok, amikor 7-es perc, 20 másodperc van hátra a mérkőzésből. DVTK Jeges Medvék Ferencváros 3-0. Ebben a játékrészben még nem esett gól, az elsőben is. A kapuig szép korongáratással még egy-két pontos pat. De hát ez természetesen azért nagyban betudható a küzdelemnek is. Eddig csapat sem lassított a találkozó elejétől kezdve sem. Nagy akarással űzik, hajtják ezt a meccset a csapatok, de nem kell sok jégkörű meccset látni ahhoz, hogy lebolvassuk azt a következtetést, hogy a házigazda jóval kedvezőbb helyzetben van. 4,5 perc van még hátra a találkozóból, és 3-0 arányban vezetnek a Jeges Medvék. Láda Balázs és Szappanos érkeznek a koronghoz, de feltűnik, hogy Német is nagyon jól játszik, a ferencvárosi hatos. Talán a legtöbb jó megoldás a nevéhez fűződik, a saját kapunál, ellenfél kapujánál is. Közben Láda Balázs lövi vissza Járko Leppanen passza után a korongot a sűrűbe Vasánoshoz. Jaj, ez nagy játék volt, Pavuk Attila kapásból állítgatás nélkül, ahogy kell. Nagyon szép volt ez a Vas-Pavuk összjáték.
játéktérből is kiperdült a korong. És ugye a középső harmadból folytatódik majd bedobással a játék. Vasúti el a korongot, Pavuk ér még hozzá, és Rantanen gyűjti be, és helyezi oda ütőjére a játékszert. Vasankó indítja az akciót. Vojtko. Szakaris is felbukkan, ez nagyon szép eddig. Pavuk Attila. Kapott egyet ő is a kezére. Aki pedig ezt elkövette, képen látható Flisár. 3 perc 33 másodperccel a játékidő vége előtt hazai emberelőnnyel folytatódik a küzdelem. És hát tulajdonképpen gólt sem szereznek a jeges, mert még csak így az emberelőnyös játéknak köszönhetően tartják szépen a történéseket. Akkor már különösebb nagy baj nem lehet a piros-fehéreknek. De Colin Joe kezéből kiperdült az ütő, így nem volt egyszerű dolga védekezni. Vlado Dubek közben a pakkal mélyen hátra teszi a Tauminen állomásozott, ő kérte és kapta is a korongot. Most jön az indítás, kapura is ment, a Dorján oldalra üti, így jöhetnek a friss lábak, a friss erők a Ferencvárosnál is a jégre. Közben Vasános indítja be a csel sorozatot, és próbálnak most a piros-fehérek felállni, szépen emberelőnyös játékot elindítani. Láda és Vas összjátékát láthattuk. Bekapcsolódik ott Szakaris is. Bejött egészen közel a kapuhoz, zsebkendőnyi területre. Szakaris nagyon érzi, nagyon szereti ezeket a megoldásokat. De most ott volt Szevela, és útját állta a kísérletnek. 1 perc, 4 másodperc van még hátra az emberelőnyből. A buli után hátra lát a Balázshoz, érkezik a korong, és nézi a bek, hogy kapura vagy passzra. Passz lett belőle, átcsorog a túloldalra, most sem fúhoz a korong. Rantanen csak beleérni tudott, ebből megindul előre a Ferencváros. Nagyot védett a Dorján, fú, mekkora hárítás volt, Tendler száguldott ott, és el is eresztette a nem egyszerű kis lövését, de a Dorján nagyot védett. Szakaris jön előre. Jó váltás Vas Jánossal. A mérkőzés utolsó 2 perce kezdődik el. 20 másodperc még a kiállításból. Vas kapja is a korongot a kapu mögül Pavuktól, de nem tudta egyből meglőni. Colin csújtőjéről pedig elperdül a korong. 10 másodperc múlva kiegészülnek a vendégek. Meg Colin Joe jön előre. Egy szép szóló, aztán ott a korong. Galanisnál egy pillanattal később vesz észre a kelletidő, de még így is meg tudta ütni Galanis. Kiegészült a Ferencváros, a támadásban maradnak a jeges Petvék. Leppanen ütőjén a korong tovább forgat. Pavuk. Most nem volt, vagy bocsánat, Lajos, de nem volt pontos az átadás. 1 perc 14 másodperc van hátra. Most már itt egyetlen egy megválaszolatlan kérdés maradt csak. Egészen konkrétan az, hogy lehozza-e a Dorján Attila és a házigazda DVTK Jeges Medvék csapata kapott gól nélkül ezt a meccset. Leppanen tovább teszi, kapja vissza, ebből lövés lesz. Így is van. De nem talált kaput ez a kísérlet. És Kolci Márkó még. De érkezik, majd pattan fel azonnal, de nincs folytatás, mert kiperdült a játéktéren kívülre a korong. 55 másodperc van még a meccsből.
Gergő is hozzáér, majd Vojtko is, aki belövi a Ferencvárosi kapu mögé a pakkot. Rantelenben tartja a harmadban, a távoli kísérlete úgy jött el a palántik, hogy mindenki elkorcsolyázott a korong mellől mögül. Rantelen szerették volna társak egy jó kis lövőhelyzetbe hozni, nem sok hiányzott hozzá, aztán ebből végül az lett, hogy megindult a Fradi, de ők is elpasszolják magukat. Berta, Ritó, megindul most a DVTK akciója, Ritó fonákkal, de nem sikerül kapura terelni a korongot. Volt egyszerű, szemel a mozgásából, mozdulataiból lehetett látni, hogy nem volt ez olyan egyszerű, hanem hárítható helyzet. Azonnal visszalőtték a vendégkapura korongot, a medvék, és nem érezte szemel, ahogy megvan, nincs meg, hova csorog, oldalra, vagy még veszélyesebb erre, hátra. Aztán végül nem a kapuban kötött ki a pak. 15 másodperc van hátra, és felállva tapsolja csapatát a miskolci publikum. Megindulnak még a zöld-fehérek előre. 5 másodperc még. Kolindzsó esetben a pillanatban véget ér a mérkőzés. Hát egy nagyon jó találkozót láthattunk. Időként egészen pazar események történtek. Mindkét csapat nagy erőkkel, derekasan belállt ebbe a találkozóba. A Ferencváros is remek előjelekkel érkezett ide, és hát a macik is tartják remek szériájukat. És ennek egy újabb győzelem lett a vége. Miközben megjön a télapó, és a csapatok, a játékosok is kapnak felnőtt italt, amit majd el lehet korcsolgatni a találkozó után. Én a végeredménnyel búcsúzom. DVTK Egesmedvék, Ferencváros 3-0. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!